UVB Nagyon egyszerű véleményem van az UFO ről Három éven keresztül mondtam nemet. Utána egy nagyon jó barátom jött oda hozzám, mondta, hogy higgyem el, hogy nagyon jó oktatásai, képzéseik vannak, hogy meg tudok tanulni értékesíteni, meg tudok tanulni kommunikálni, tárgyalni. És engem nagyon érdekelt ez a pénzügyi piac már akkor is. Ugye a szakdolgozatomat is végül is befektetésekből írtam, és akkor úgy döntöttem, hogy na jó, a képzések miatt akkor ráveszem magam, hogy akkor elmegyek, és gyakorlatilag ingyen kapok képzéseket. És miután a képzésekkel végeztem, utána majd elmegyek. Aztán végül nem ez lett a vége természetesen, végül megtetszett így az ottani közösség, megtetszett az, hogy folyamatosan képezzük magunkat, és ez egy tök jó közegnek tűnt akkor, majd aztán észrevettem, hogy sajnos azok a termékek, azok a csomagok, amiket értékesítettünk ugye ügyfeleknek, most mindegy, hogy megtakarítás, biztosítás, de többségével, főleg a megtakarítás részére gondolok, hiszen ugye a nagy pénz az abban van, azok nem voltak jó befektetések. Tehát azt éreztem, hogy mivel én annál sokkal jobbat tudok, vagy tudnék ajánlani az ügyfélnek, ezért azt éreztem, hogy egy kicsit, mint átverném, volt bennem egy ilyen ellenérzés, hogy én nem szeretnék olyat rásózni az ügyfelekre, ami neki nem a legjobb elérhető ugye a piacon, úgyhogy én emiatt jöttem el, emiatt hagytam ott, mert azt éreztem, hogy nem a legjobb az, amit adunk, és szeretnék inkább valami olyat csinálni, ahol azt érzem, hogy na, az a szolgáltatás, az a termék, az aztán tényleg leges, legjobb lehetőség az ügyfélnek.